Nos, szeretettel és tisztelettel köszöntöm következő előadónkat, ifjabb Tompó László irodalomtörténész urat. Róla is elmondanám a kis ismertetőt. Római katolikus teológus, 1972-ben született Szombathelyen. Budapesten él, 2010 óta a Hunhír Inforovat vezető főmunkatársa. Legfőbb kutatási területei a 19.-20. század elhallgatott magyar nemzeti irodalma, történelme, valamint a magyar katolicizmus legújabb kori története, különös tekintettel sajtója, közéleti nagyjai munkásságára, valamint a kereszténységet támadó lelki-szellemi irányzatok feltérképezése és az ellenük való helyes küzdelem módszereinek felmutatása. Országszerte tart előadásokat egy témakörökben, írásai pedig a hunhír.info Tompó testvér rovatában jelennek meg rendszeresen. Elhallgatott múltunkat feltáró művek újravaló megjelentetésében eddig is számos könyvkiadó munkáját segítette. Eddig 3 könyve látott napvilágot Raffay Ernő történész ajánlásával. Mély szántás, 1 történelmünk titkai 2014-ben, Mészántás 2, irodalmunk titkai 2015-ben, Mészántás 3, kitagadottak. 4. könyvének megjelenése januárban várható, Adi tévedései és igazságai címmel. Mostani előadásának címe, Pálosok a magyar kultúrában. Parancsoljon! Köszönöm szépen, hogyha megengedik, akkor ide tartom meg az előadásomat. Tisztelt hölgyeim és uraim! A Pilis szent hegy, hol a misztérium és a szilencium, a csendesség lakozik, ahol nagy történelmi emlékek járnak. Szent hegy, hol hajdanában emberek telepedtek meg, kik megilletődve a lét s az élet szent titokzatosságától ezt a hegyet is szent földnek nézték, s tiszteletéből a szent föld iránt szerettek rajta mezítláb járni. Itt laktak régen azok, kik meleg tekintettel és elragadtatással nézték ezt a szép hegyvidéket, s élték át a pilisi telet és nyarat, főleg pedig a tavaszt, mikor a színesen s formásan megjelent a réteg virágainak s a mezők liliumainak mezében, és élvezték a természet s a lelkek föltámadását hosszú fagyoskodás után. Prohász Kottokás székesfehérvári püspököt idéztem, egy olyan magyar tájról, ami itt van mindjárt egy karnyújtásnyira tőlünk szinte, a pilisi tájról, hol valaha az 1200 és 1270 között élt Boldog Gözsép esztergomi kanonom létrehozott egy magyar szerzetes rendet, hogy ez a tatárjárás idejére esik, 1250-ben hozta létre, egyrészt a katolikus hit megtartására, és ezzel együtt természetesen a nemzeti hagyományaink megbecsülésére egy látomás nyomán, amelynek a történetét gondolom valamennyien ismerik, ha máshonnan nem, akkor itt a szomszédban kapható könyves pulton és hozzáférhető Gyéresi Ágoston Pálos atya könyvéből, ami Boldog Gözsép életéről szól, és e látomás során egyesítette az addig az országban, részben a Pilisben, részben Pécs környékén, illetve a közeli pilisi Patacshegyi remetéket, tehát az addigi remete életmódot élő szerzetes atyákat, és így hozta létre tehát azt a rendet, aminek az elfogadtatásáért Rómában a részben magyar gyökerekkel, magyar vérrel is rendelkező apinai Szent Tamás közbenjárására létrejött a Pálos rend. 4. Orbán pápa hagyta jóvá ezt a rendet, ugye az eredeti, és ezáltal a ma is ismert neve, a teljes neve az, hogy Szent Pál első remete szerzetesének rendje, ugye a latinul Ordo Fratrum Sancti Pauli Primi Eremiti. Ennek a rendnek a történetében ugye nagyon fontos vonás természetesen, mint valamennyi szerzetesennek az életében, az Isten szeretet, az Isten félelem, mi ugye, ahogyan a Szentírás mondja, minden tudománynak, minden lelkiségnek az igazi értető forrása, és ebből fakad ennek gyümölcseként a művészet és a tudománynak az oldhatatlan szeretete.
ez az az alapvető tulajdonság, hármasság, ami mindig jellemezte a páros rendet, tehát Isten, művészet és tudomány, ezek sohasem kerültek ellentmondásba a rend életében, és hát természetesen ez az előadás csak egy nagyon rövid kis ízelítőt tud nyújtani a rend történetéből, amelyet egyébként mimáig Kisbán Emil dolgozott fel, 1939-ben jelennek két kötetben, itt van előtte mind a két kötet, és más kiváló párosrenddel foglalkozó munkákkal együtt meg lehet majd tekinteni őket az előadás utáni szünetben. Tehát a magyar párosrend történetét, legalábbis a magyar ágát ő dolgozta fel mindmáig legteljesebben, és hát ez a munka tényleg egy kincses kalendárium az igazi történelemkutatók és olvasók számára egyaránt, tehát ezt a művet nagyon ajánlom, itt kint megvehető, és ez a mű is új kiadásban, hasonlás, facsimile változatban, és ebből a munkából, valamint számos más páros rendtörténeti forrásból azért eléggé pontosan megrajzolható ennek a csodálatos szerzetesednek a szellemi élete, anatómiája és gondolkodás módja. Fejes Imre a bajcsi kolostor, mármint a páros kolostor történetéről szóló 1937-ben megjelent tanulmányából, amelyben Siklós történetét is áttekint, hiszen ez a Siklós menti bajcsi kolostor történetét taglalja. Nagyon szép leírás találhatunk arról, hogy milyen volt a páros lelkiség, amiből a páros kultúra, művészet és a tudomány forrásozott. Ez egy kőből rakott monostor, az első páros monostorok egyike, 1260-ban épült, egy évszázados erdőnek a kellős közepén, tölgyesek közepette, és erről írja a szerző a következőket. Érdemes felidézni régi kornak a csodálatos hangulatát. A pálosoknak birtokaikon nem voltak jó bágyok. Maguk művelték, saját maguk a fehér, hát akkor még, tehát a 14. század közepéig fekete, utána pedig már fehér csuhás, tehát fehér a tisztaságnak, ugye a biblikus jelképe, a fehér atyák, tehát jobbágyokkal nem rendelkezvén, maguk művelték a csekély földet, a monostorról délre fekvő keresztúti, ma is így nevezett dűlőben kapáltak, kaszáltak, ők saját maguk, és teljes szegénységben éltek. Hát aki ismeri egy kicsit is, ugye például, és elsősorban Rogerius mesternek a Carmen Miserabile című költeményét, ez egy latin költemény, amely ugye 1241-42-es mongol vagy tatárjás nőketi beszélő, az nagyon jó, az, hogy micsoda szegénység köszöntött az országra, hiszen a tatárok teljesen kirabolták előbb a történeti Tiszántúlt, aztán a Dunántúlt, és ugye aztán ugye a Kán halálozás és a Kán választás következtében ugye gyors visszavonulót fújtak, aztán később Erdélybe is betörtek a 17. század második felétől kezdve, tehát azért a tatár veszedelem nem múlt el teljesen, egyébként a török veszedelem sem múlt el, hanem most újraérett. Mindenesetre annyi tény, hogy ez a monostor leírás, amit majd még látni fogunk, egy kicsiben szinte az egész kozmoszt, az egész pálos szellemiséget visszaadja. Tehát a monostor épületében minden emetének egy külön kis cellája volt, komor, sötét kis szobák, a tölgyfából általuk készített ággyal, szörpokróccal, rókabőrrel, imazsámolyjal, és a refektórium csúcsíves alkotásában barátságos hatást keltett. Falát tölgyfa táblák borították, ezek fölött egy-két szent kép. A falak mentén padok, középen nagy gömbölyű asztal, egy körül faragott támlás faszékek, ezeket is mind a pálos atyák saját maguk faragták. Az egyik sarokban fehéren messzelt nagy bonyakemence, amelyben télen sohasem alszik ki a tűz, mert az egyik novícius, az egyik szerzetes növendék a folyosóról rendszeresen rakja rá a hasábokat. A bonyakemence párkányán kancsó néhány bádogpuhár. A fal mellett íjak, balták és puskák. A másik oldalon imazsámai fölötte kereszt. Az ablakok csúcsívesek, gótikusak. Régebben hújaggal voltak beragasztva, utóbb ezeket színes üvegek váltották föl, amelyek barátságosan szórták a napfényt a terembe. A remeték száma 8-10 volt, akik közül az első a prior. Egy-két novícius mindig akadt. Ezek az alsóbb rendű munkát végezték, fejték a kecskéket és a tehenet. Őrizték a sertéseket. Ezeknek az erdő bőven termette a bükkmagot, borátoknak meg a vadat, a málnát és a mogyorot. Majd így folytatja a szerző, a pálos rend magyar rend volt.
A magyar barátok mindig és mindenütt vendégszerető derék emberek. Kenyerük, szalonájuk, boruk, jó magyar szívük mindig volt. És amíg volt kenyér a háznál, bor a pincében, szalonna a hamuban, magyar szeretettel fogadták és marasztalták a vendéget. Pedig sokszor volt vendégük, mert a Pécsi út ott vezetett el a monostor alatti völgyben, s a jó barát, jó ismerő szívesen nézett be hozzájuk. Ha megszólalt a csengő a tornácon, maga perje sétált le egy újonccal a misés úton, amelyet ma is így hívnak, a monostor csapó hídjához, és ott üdvözölte az érkezőt. A solykosiak meg a gorák, fiúri családok mind szívesen látott vendégeik voltak a pálosoknak. Bizonyára bebetértek hozzájuk, amikor a nagytótfalusi erdőben vadásztak. Többször sétáltak velük a monostor kertjében, amely belenyúlt a hegy oldalát borító sűrű tölgyesbe. Talán még betűvetésre is tanították a fehér barátok-e fiúrakat. Amikor megszólalt az éjféli csengő, a kolostor cellájából előjöttek mind a fehér csuhás remeték, kicsi mécses, vagy viaszgyertya volt a kezükben, és egyenes sorban haladtak a közeli templomok felé. Ott aztán ajkukon zengett az ájtató zsolozsma. A bajcsi páros remeték gyakran ellátogattak a Siklós körüli magyar községekbe. Templom nem volt ugyan még ekkor a községekben, de volt tornác, ahol lehetett misét mondani és lehetett gyóntatni. A magyar tanyák akkor is elhagyatottak és árvák voltak, s a szegény népnek nemigen akadtak egyéb barátai a barátoknál. Hát bizony ez a leírás egy lelkiségbe vezet be, és egy nagyon fontos megállapítást kell itt az embernek tenni, ami természetesen nem csak a páros rendre vonatkozik, hanem egyáltalán az egész középkornak a szellemi életére, és ez a megalapítás még egy mondatban nagyon szépen úgy fogalmazható meg, nagyon egyszerűen és épületesen, hogy a kard szerezte, de a kereszt kegyelmet tartotta fenn az országot, tehát a kard és a kereszt nem került ellentmondásba egymással, hiszen ugye nagyon tanulságos a történet, amit ugye leírt Éresi Ágoston, hogy akkor, amikor Boldog Özsébe elhatározza, hogy rendet alapít, akkor ezt nyilvánvalóan jóvá kell hagyni a Rómának, a katolikus anyaszentegyháznak, és egy pár rendtársával elzándokol Rómába, és a pápa, nem 8. Orbán pápa eleinte, nem nagyon lelkesedik, mondván, hát vannak rendek, és minek egyen szaporítani a számukat, és akkor meghallgatja a pápa Apinoi Szent Tamást, akinek Boldog Özséb elmondja előzetesen a tervét, és végső soron Apinoi Szent Tamás a maga nagyon is klasszikus érvelési módjával előadja, hogy mi az, ami a rend mellett szól, és mi az, ami a rend meglapítása ellen szól, és végső soron a pápa azt mondja, hogy igen, valóban szükséges egy rend, amely elsősorban magyar földön gyökerezik, természetesen az anyaszentegyház tanításaival teljes egységben, de egy olyan rend, amely valóban a magyar remetéknek, ugye a magyar hagyományokba belegyökerezetten tud Isten szolgálatára állni, és így végül is aztán 8. Orbán pápa Apinoi Szent Tamás közbenjárására lényegében útjára indítja azt a rendet, amely az évszázados során nagyon sok hányattatásban részesül. Ennek a történetét természetesen most egy ilyen rövid előadásban nem lehet kellően ismertességgel ismertetni. Most elsősorban a pálos kultúráról van szó, és azt kell mondjuk, hogy a pálos rend kezdettől fogva nem csak a vendégszeretetben volt magyar, ahogyan ebből a leírásból ezt nagyon érzeketesebb talán lehetett szemlélni, hanem a művelődés, elsősorban az irodalom, az irodalmi műveltség, a kódex irodalom, és egyben az anyanyelvű kultúrának az ápolásában vette ki a részét a magyarság életében a pálos rend. Természetesen nem csak a pálosok, a ciszterciek, a ferences, vagy a pakisztán Szent Jánosról nevezett magyar ferences rendtartomány is, bármennyi is, hogy szeretjük a pálosokat, azért azt nem mondhatjuk, hogy csak ők voltak a magyar kultúrának az igazi magvetői, de ők is közöttük vannak. Hát például nézzünk akkor nevezetes pálos atyákat. Mondjuk olyan nevek fognak elhangzani, melyek sajnos ma már egy-két történészen, vagy irodalomtörténészen, vagy atyán kívül nagyon keveseknek mondanak valamit, ha egyáltalán mondanak, de hát mondjuk azért a koni história nem feltétlenül csak mondjuk a Széchenyiekből áll, őt is nagyon tiszteljük természetesen, de vannak ugye
olyan személyek, akik olyan kicsi építőkockák, mint egy nagy épületben, és ugye vannak kisebb téglák, de ezek nélkül az épület bizony összeomlana. Hát ilyen nagy pálos például a 15. században Magyar Mihály atya, párizsi doktor, aki nagyon komoly képességekkel rendelkezett, és védte például a boldogságos szűz büntelenségének a talált a szepülten fogantatás tanán, prédikációiról volt nevezetes. Tehát ez nagyon fontos, amikor egy szerzetesenről van szó, hogy természetesen nem zárja ki a papi hivatás a világi tudományi művelését, tehát az, hogy egy pap valamit föltaláljon, ugye gondoljunk csak Jedlik Ányosra vagy Irinyi Jánosra, mindenesetre azért az elsődleges természetesen a hit tisztasága, a hit védelme, és etéren valóban azt kell mondjuk, hogy a pálosoknak óriási volt a szerepe, és úgy, hogy a latin tanításokat, legalábbis a latin nyelven, tehát az Egyház anyanyelvén mondjuk úgy, hogy megfogant tanításokat igyekeztek magyar nyelvre átplantálni. Etéren Báthori László atyát kell kiemelni, mindjárt a 15. századból, akinek köszönhető az első teljes magyar bibliofordítás, ami a Jordánszky Elek által a 18. században felfedezett egyik kódexünkben található. Ez egy nagyon, de nagyon fontos pont, mert nagyon sokszor azt szokták mondani, és ezek most természetesen nem kívánok senkivel sem hitvitába bocsátkozni protestáns atyánk fiaival, de ugye azért az nem tartható álláspont, hogy mondjuk a 16. században a protestantizmus terjesztette először a magyar földön a szentírást, ez egyáltalán nem igaz, tehát a szentírásnak ugye a szövegét ugye a Szent Misén belül, amikor a Szent Leckét, Szent Evangéliumot ismertették, akkor nyilván elhangzott, de ugye képes formában is, hogy a Biblia Pauperiumra lehet gondolni, a szegények Bibliájára, amikor ugye a templomoknak, a román templomoknak a folára az evangéliumi jeleneteket szépen megfestették, és így képekben is rögzültek az elhangzottak, vagy híveknek a tudatában. Mindenesetre azért az írásbeliség fokozatos elterjedésével szükség volt természetesen a szent szövegeknek a másolására, terjesztésére. Hát erre vállalkozott lényegében Báthori László, tehát ő fordította le teljesen a szentírás először magyar nyelvre, vagy lehet-e még említeni természetesen például a 16. század írói közül Magyar Bálintot, aki Remete Szent Pál életét dolgozta fel, akinek ugye a tanításait, a reguláját, Szent Ágoston regulái mellett a pálosok kezdettől fogva tanították, vagy Pesti Gábornak az erkölcsi buzdító beszédeit ő adta ki. Gyöngyösi Gergely pedig a pálos rendfőnök, szintén a 16. századnak egy kiváló magyar történésze, földolgozta a pálosrendnek az addigi történetét, ő maga a kánonjogban, a világjogban egyaránt otthonosult a világjognak, mert nem mellesleg doktora volt, tehát itt valóban elmondhatjuk azt, már a 15. századra vonatkozóan is, hogy igen komoly tehetségek voltak, akik könyveket írtak. Vagy ott van például Borkovics Márton, aki 1629-ben lett pálos, és a magyar apostoli hithirdetőknek volt szinte a feje. Emellett meg kell említeni még azért jó néhány kiváló pálos atyát, Ipoly Kéri János például, aki 1656-ban tett rendi fogalmat, bölcseti tanulmányokat végzett Rómában, a hittudomány nagyszombatban végezte, rendfőnöket 1669-ben, és a növendékeiből egyházi vezetők, doktorok lettek, kiváló teológusok, vagy Benkovics Ágoston például, aki Nyitrapátiban született, 1653-ban lépett be a pálos rendbe, például a protestánsok megtérítéséből vette ki a részét. De ami igazán jelentős, tehát a magyar nemzeti történelem, és például a magyar irodalomnak a szempontjából, az mégiscsak kétségtelen a 18. század, most nem minthogyha az úgynevezett felvilágosodás pozitív korszak lett volna az emberiség történetében. Most nem kívánok itt részletesen kitérni Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert és a francia enciklopédisták tevékenységére. Mindenesetre annyi tény, hogy a 18. század második felében az anyanyelvű kultúrának a művelése nagyon komolyan előtérbe került, ugye nem csak Magyarországon, Franciaországon is, de Magyarországnak a földjén is, és ebben az időben a pálosoknak
kettős fő funkciója volt a magyar kultúrában. Hát most arról külön lehetne persze beszélni, hogy például a barokk templomépítészetben micsoda hatalmas alkotásokat hoztak létre, csak ugye egy példa zárójelben a pesti pálosoknak a temploma, amit egyetemi templom néven ismerünk, pálosok alkotása a 18. század első feléből, ugye Budapesten, aki jár a Ferenciek tere és a Kálvin tér között, megcsodálja ezt a csodálatosan szép barokk templomot, amelynek például ugye a mennyezetkép a szentöltelen fogadtatást ábrázolja, és ebben a templomban lelte aztán halálát 1927. április 1-én Prohász Kottokár, akit ugye a Pilis és a Pálosok kapcsán az előadás elején megidéztem, vagy ennek a szószékén tartotta a kiváló erkölcsnemesítő szembeszédeit, rádiós szembeszédeit Tóth Tihamér, veszményi püspök az 1920-as és 30-as években, a magyar rádiós apostol. Tehát a pálosok a barokk művészetből is kivették a részüket bőségesen, de leginkább mégiscsak a literatúra, a toll, a betű szolgálata és a szónoklat, az elokvencia, az ékes szólás volt az, ami igazán kiemelte őket még a szerzeteseknek a világából, és itt néhány névre feltétlenül utalni kell. Hát mindjárt a legelső, egy nagyon kiváló pálos atya, Alekszovics Vazul, aki nem magyar származású volt, mint a neve mutatja, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ő maga saját magát magyarnak vallotta, és ő volt például az említett pesti pálos templomnak, az első jelentős nagy pesti, ma is álló barokk templomnak az ünnepi főszónoka 1786-tól 1796-ig haláláig, tehát 10 évvel át minden vasárnap ő mondta a szentbeszédet ebben a templomban, és az ő prédikációs kötet, ami összesen 4 kötetben látott napvilágot 1792 és 1808 között, bizony egy nagyon komoly irodalomtörténeti csemege. Tehát, hogyha valaki régi szép magyar nyelvű, ízes, ékes prédikációkat akar olvasni, akkor Pázmány Péter után azt mondja, hogy Alekszovics Vazulnak a prédikációt vegye kezébe, hát sajnos nehezen hozzáférhető, 1910-ben Esztergomban jelent meg egy kivonat ebből a prédikációs gyűjteményből. De azért nagyon fontos, hogy a prédikációs gyűjtemény, mert nem csak a vasnapi evangéliumi szent szakaszoknak az értelmét mutatja meg ilyen régi szép magyar szóval, hanem a kornak a feslet, hát finoman fogalmazva, feslet mondjuk párizsi erkölcseit vetkeztette le. Ugye ezek a gondolatok, amik benne vannak Alekszovics Vazul könyvében, hogy csak fölhívom rá a figyelmet, aztán majd ha valaki hozzamegy, vagy könyvtárban elkezd búvárkodni, akkor ne felejtsen ezt a nevet, X-el írja a nevét, Alekszovics Vazul. Ugyanis az ő prédikációiból rengeteget lehet ma is tanulni. Tehát rámutat arra, hogy mennyien nincs igaza Voltairenek, Rousseau-nak, D'Alembert-nak, tehát ugye az abban az időben annyira bámult, csodált francia feltárkosodás képviselőinek, amikor Istent egyfajta kalitkába akarják bezárni. Tehát ő volt, Alekszovics Vazul volt az a kiváló magyar prédikátor, akit közi Horváth József pápai prelátus egy róla írott tanulmányában a legnagyobb pálos szónoknak nevez, és hozzáteszem szerény meggyőződésem szerint egyik legnagyobb magyar 18. századi író ő volt, bármennyi is ismeretlen ma sajnos neve, ugye a 18. századi magyar prózában Mikes Kelemennek a törökországai levelei jutnak általában eszünkbe, másik Rákóczi Ferencnek ugye nem is magyarul írott vallomásai, irodalmi értéküket nem mutatja az ember, de hozzá kell tegyük, hogy bizony voltak magyar prédikációk is. Itt az volt a nagyon fontos, hogy az erkölcsi szellemi igazságokat szembesíti a társadalmi bajokkal, és mindezt magyar nyelven teszi meg, hiszen korábban azért a pálos atyának jelentős része, ha könyvet így nem magyarul írta a nőket, hanem latin nyelven írta, azért latin nyelven írta, nem mint hogyha a népet lebecsülték volna természetesen, hanem azért, mert a tudományos élet vérkeringésének a meghatározója a latin nyelv volt, nem csak a katolikus, hanem a protestáns világban, és a tudományoknak a nyelve latin volt, hát hogyha valaki írt egy latin nyelvű könyvet, Nagyszombatban, azt mondjuk Utrechtben épp úgy olvasni tudták, mint Kolozsvárt vagy Kopenhágában. Ezért volt ez az egynyelvűség, vagy a latinnyelvnek ez a kultusza, ami nagyon szépen ellensúlyozott, ha nem is számolt föl, de ellensúlyozott a 18. század második felének magyar művelődésében a pálos rendnek ez a kiválósága Alekszovics Vazul. Tehát, hogy az ember olvassa az ő prédikációit, a régi szép, hímes,
magyar nyelvet, ugye, amiben hát mondjuk egy mondat 20 sor vagy 30 sor, tehát ugye ilyen ötös józsefi körmondatok, de bocsánat, ezeknek a körmondatoknak van értelme, tehát nem olyan, amikor Kálmán, csak Kálmár Olga vagy Kálmán Olga, bocsánat az ízlés, hiszem, hogy kiejtettem ezt a neve, amikor ugye elkezd egy mondatot és a felénél már nem tudja, hogy mit mond, tehát itt nem, itt egy gyönyör, itt egy szimfónia, mint egy Beethoven szimfónia, egy gyönyörű kerek egész, van eleje, közepe, vége, megvannak az átfedések, átvezetések az egyik tőmondatból a másik tőmondatba, tehát egy zenemű, annyira tökéletes alkotások. És ami a legfontosabb, és azért nem idézek, mert nagyon elnyújtaná az előadást, és akkor másról nem is lenne szinte szó, tehát nem lehet csak kilogadni egy-két részletet az ő beszédeiből, de megmutatja azt, hogy milyen hamis világban éltek már akkor is az emberek. És ez a csodálatos példa, hogyha a páros atyákat olvassa az ember, vagy tényleg az ember fölkiált és azt mondja, hogy hát Uram Isten, minthogyha ezek a prédikációk ma hangzanának el, csak nem nagyon hangzanak el különböző ismert okokból ilyen prédikáció, de minthogyha a mai emberhez szólnának. Tehát itt ugye arra mutat rá elsősorban, és nem lehet, hogy emelem ki most ennyire tán aránytalanul ebben az előadásban az ő nevén, hogy milyen hamis volt a felvilágosodásnak a deista felfogása, ugye, tehát erről azért most ebben az előadásban is szólni kell, mert nagyon sokan, akik ma magukat keresztény embereknek mondják, katolikusoknak, protestánsoknak, egyaránt, azok bizony ennek a, hát mondjuk úgy, hogy tévtanításnak sokszor bizony a rabjaivá válnak, talán akaratlanul is, de azért sokszor inkább akarva. Tehát a deista felfogás, ugye nagyon röviden dióiban, lényegében azt mondja, hogy Isten ugyan létezik, ez kétségtelen, aki az ember értelme, ugye föltitrezi Isten létét, maga volt és azt mondta, hogy ha Isten nem lenne, ki kellene találni, de ez az Isten, ez olyan, mintha mondjuk egy papagáj bezárunk egy kalickába, és néha kiengedjük repülni, azt utána visszazárjuk, az általában a kalicka biztos otthona. Tehát az Isten megteremtette ezt a világot, úgy ahogyan van, de leinte nagyon szép volt, de aztán nem lett szép, és azért nem lett szép, azért rút ez a világ, hogy azért látjuk olyan csúnyának sokszor, az Isten lemondott róla, tehát megpihen, ugye gondoljunk csak Madás tragédiájának, ugye mindjárt az első színére, amelyben ugye elhangzik egy nagyon híres mondat, ugye, hogy be van fejezve a nagymű, igen, a gép forog, az alkotó pihen. Hát erre mondja Alexovics Vazulatja, hogy nem, bizony nem, ami rossz van a világban, az nem Istentől ered, hanem az embertől, aki nem fogja meg az ő kezét, és nem követi az ő igazságait és törvényeit. És bizony ez a deista felfogás az, ami hát lényegében áthatotta a francia világot, meg sok magyar fiúr nemes is sajnos hódolt ennek a felfogásnak, aminek az volt a következménye, hogy hát nem kell ilyen nagyon komolyan venni az isteni tanításokat, a Bibliát, a Szentírást, az Egyházat, nem, hanem az a lényeg, hogy az ember maga döntse, hogy egyáltalán mit fogad el ezekből, mintha a matematika is mondjuk egy olyan teljesen szabadon meghatározható tudomány lenne, mintha én dönteném, mert a 2x2 az 4 vagy 8 vagy 8, és mindegy csak amit mondjon rá az ember. Nem, tehát itt szigorú igazságok vannak, dogmák vannak, törvények a természettudományban, fizikában, kémiában, biológiában, a filozófiában, teológiában egyaránt, és ugye ez a kor sem akart már erről hallani a 18. század második fele, ugye. Csak zárva jegyzem meg, ugye, hogy most, amikor a gender, vagy pontosabban a gender mainstreaming mozgalom, egyesek tudják, miről van szó, akkor nem mondom ezt tovább, elkezd terjedni, amikor ugye arról van szó, hogy a fiú hadd döntse, hogy ő most fiúként él, vagy majd lányként fog a 18-at betölti, mert a nagykorúságot. Most azért ennek bizony megvan az előtörténete. Tehát amikor ember olvassa Alexovics Vazulnak, vagy más páros atyát, mindegy, főleg az ő prédikációit, akkor azért ugye az ember szerintem fölkiált, hogy hát bizony ilyen világ volt már akkor is, amikor 1789-ben kitört ugye a francia forradalom utána a párizsi Notre Dame-nak az oltárára egy fiatal színésznőt emeltek, mesztelenül, körültáncolták, és azt mondták, hogy ő az íz istennője. Aztán később pokoli gyötrelme közepette hunyta, és amikor megkérdezték tőle a párizsi rendőrök, hogy kedves dáma, ön kicsoda, azt mondta, hogy én vagyok az íz istennője. Akkor sem mondta azt, hogy hát én bizony nem vagyok az íz istennője, nem, hanem akkor is szinte, ha nem is dicsekedve, de lakonikusan ugyanazt mondta magára, amit korábban. Tehát ezért az, hogy egy páros prédikáció, főleg a 18. században, nem elégszik meg teológiai fogalmaknak a népnyelvén való
rövid, tömör taglalásával, hanem szembesíti a jézusi mondatokat az akkori világ, hogy az én világom, az én országom nem ebből a világból való. Tessék, hogy mennyire így van, hát akkor Alexandrics Vazul kitárja a karját, és elmondja, hogy milyen veszedelmek, milyen erkölcstelenségek fenyegetnek bennünket Párizsból, hogy a magyar nők, a magyar urak nem magyaros viseletek, vagy nem magyar ruhát hordnak, hanem párizsi, vagy német divatot követnek, ezzel is felszólal például. Pedig mondhatnám valaki, hogy a pap maradjon Isten igényén, ne foglalkozzon társadalmi dolgokkal, ez a szociológusok feladata mai szóval, pedig nem, hiszen valóban Krisztus nem mindig békét hozott a világra, ugye, hanem bizony harcot az istentelenséggel szemben. Ezért nagyon fontos például Alexandrics Vazulnak a prédikációi olvasása, mert az embernek a szókincse is bővül, ami a mai világban azért nem egy nagy hátrány, hogy a mai sok-sok nyelv közepett, ami például valakinek 150-es a szókincse egy politikusnak. Hát azért Alexandrics Vazul ugye legalább 5 nyelven tudott például, tehát, és mégis azért a magyar nyelv volt az, ami számára a legkedvesebb volt. Kosztányi Dezső fogalmazott egyszer nagyon szépen, hogy csak anya nyelvemmel lehet hozzám én, és mintha a latinul majdnem annyira, mint magyarul tudó világ Benedek mellett, ugye Pálos atyáink közül ugyanezt tapasztalnánk éppen Alexandrics Vazulnál. De kiejtettem az egy másik nyelvet, Virág Benedek, szintén egy híres magyar Pálos volt, szintén a 18. század második felében, jó maga a történelmi magyar Zala vármegyéből számzik, Dióskáron született, Pesten tanult, a piaristáknál kezdte a tanulmányait, majd amikor megismerte Ányos Pált, aki szintén egy páros költő volt, akkor belépett a páros rendbe, és hát elsősorban költőként, íróként és történészként volt nevezetes. Virágbenedeknek köszönhetjük az első rendszeres magyar történelemkönyvet. 1808-ban jelent meg, ebben a Mohács rész koráig, 1825. augusztus 29-ig dolgozta fel a magyar történelmet, a fő forrásai a keleti bizánci forrásokon, ugye Viborban született Konstantinon, ugye Konstantinos Porfirogenétoszon kívül természetesen ugye Szent István, Szent László törvényein túlmenően anonimus volt Kézai Simon, a középkori magyar geszták, aztán ugye a Carmen Miserabile, tehát a Mohácsi részről szóló silalmas ének, de mindenkelőtt ugye szintén a pap Anonymusnak a forrását használta, de figyelembe vett a reneszánsz történetírókat is, de kellő kritikával, tehát Antonio Bonfinit, illetve ugye Galotto Márcion, mindesetre azért a középkori magyar mondákat és krónikákat vette elsősorban alapul, és valóban elmondhatjuk, hogy ez a magyar nyelven, magyar századok címmel megjelent munka, amely aztán 1864-től vált alapvetően ismerti, amikor Toldi Ferenc kiadta, tehát akkor került mégis jobban az embereknek a kezébe. Tényleg egy nagyon fontos alkotás. De Virág Benedeknek az érdeme az, hogy a klasszikus antik szerzőket, Horáciuszt, Vergiliuszt, Homéroszt és általában Catulluszt és általában a római irodalmat szépen magyar nyelven megismertette az olvasókkal, ő maga az ő vers mértékeik szerint írt költeményeket, ódákat, hazafias bölcselkedő szatirákat, gnómákat, emlékverseket, epigrammákat írt, és ezek valóban eléggé ismertté tették az ő nevét a maga korában. Budán az ottani páros rendházban töltötte napjait, és a magyar íróknak, költőknek a 19. század első felében szinte a Nesztora volt az atya, tehát hozzá jártak, tőle kértek tanácsot, és van egy nagyon nevezetes magyar költemény, szerény meggyőződésem szerint Kosztányi Dezsőnek a legszebb verse, talán, ha lehet egy ilyen nagy tehetség esetében ilyet mondani. Ezt a versét Virág Benedeknek szentelte, és hát ebből a versből kitűnik az, hogy egy magyar költő a 20. század elején bármilyen is érték sajnos idegen hatásod, de azért mégis igyekezett magyarnak is kereszténynek maradni. Hát ilyen volt Kosztányi Dezső, és Virág Benedeknek az emlékére egy gyönyörű éneket írt. Így hangzik. Jaj, hogy szerettem volna élni régen, vén századok, dugus mélyeim, korábban, mikor a lélek nyílt, a jóság, s nem ma, a buta, modern technika korában. Otthontalan bolyongok, hazavágyván, és sírva vágyom vissza, ami volt már, akkor a szemek föl az égre néztek, s úgy állt a szív, mint liliumos oltár.
Az emberek akkor meghaltak őszen, mosolyogván az aszú édes őszben, szívükben hordták az örök szerelmet, s mindig holdfényben mondták, hogy szeretlek. Jó emberek közt folyt volna éltem, talán itt, ahol most élek észrevétlen. Köröttem esős vízfestmény tabán, nyugodt lennék, vagy boldog is talán, ülnék otthon az ablakmélyedésben, sétálnék egy-egy régi módi halvány, riányoló, haldokló némaságban, vagy bogorásznék a gellét egy alján, és új boron, mikor habos a rámpás, kapukulcs a kezemben és kézilámpás, korhely árnyékomat nyomomba húzván mennék haza a kormos süket utcán. Aztán csak várni, az élet elröppen, Horáciuszt olvas esti ködben, álmodni mélyen és álmodni lesten, s télen táncolni túl a kicsi Pesten. Ma, hogy a földünk, föld vérünk, könnyünk issza, szeretnék futni vissza, vissza, vissza. Itt szomszédomban, az oldas hegyek közt, a szent öreg élt Virág Benedek. Kovakővel gyújtotta meg a gyertyát, s lúdtollal körmölt magyar éneket. Akkor se ismerték nálunk a költőt. Futó, szegény, vad, elbújt reszketek, görcsös szókat gyarulva, gyúlt szemekkel, tápupillával nézte az eget. Sokszor megállok most, hol rakott rég, s alázatosan és magamba szálló lélekkel kérdem, mi maradt belőle? Egy kis küszöb, és egy villamos megálló. De én gyakran elmentem volna hozzá, hogy lelkemet szava beharmatozná. Piruló arccal néztem volna rája, hogy mit mond papos és szigorú szája, lobogó nyakkendővel és kalandos fürtökkel, én, az ifjú ózsdi lantos, olvastam volna néki órahosszat, versekbe szedve a hazát, az ételt, és írtam volna Daphnisról, Chloéról, s magyar jövőnkről, vagy 100 hexaméter. Ő megbólintott volna a homályon, és én lehajoltam volna, hogy megálljon. Zsinóros, régi Attilát viselt még, ráncos kezű és prédikáló bölcs volt, szobája, mint az agpapok szobája, a szekrényében éget bor gyümölcs volt. És dicsérvén a poézis hatalmát, átnyújtott volna versenért egy almát. Hát kérem, ez a vers, azt mondjuk, hogy vetekszik a Széchenyi Emlékezete című Arany János ódával, ugye, amelyben azt írja az elhunytról, mármint Széchenyiről, Arany János, hogy nem hal meg az, ki milliókra költi, túls érte kincsét, ám bár napja volt, hanem lerázvár, ami benne földi, egy éltető eszméli finomul, mely fennmarad, s nőtönnöl tiszta fénye, ami térben, időben távozik, melyhez tekint fel az utód erénye, óhajt, remél, hisz és imádkozik. A pálosten bármennyire is hányatatott volt a történelemben, hiszen a másik József császár feloszlatta a pálos tendert, de az 1930-as években, 1934-ben visszatért a pécsi erdőkben, ismét megtelepedett a lengyelág mellett, tehát a magyar ág is létezett és mindmáig létezik, és hogyha valaki elolvassa például, a kezemben tartom, Ragyogó lapok a Pálosen múltjából címmel, 1930-as években megjelent rendismertető kiadvány, akkor azért abból tényleg a tömörség ellenére is rengeteg fontos adatot fog megtudni arról, hogy valóban mennyire nem csak Virág Benedeknek szólt Kosztányi Dezsőnek ez a csulátos himnikus elismerése, hanem valamennyi Pálosnak, hiszen nem volt olyan tudományág, amelyben valóban ne alkottak volna nagyot, hát ugye itt említettem már Virág Benedeket, de lehetne még külön akár előadást tartani is egy Ányos Pálról. Ő nevezte például másik Józsefet kalapos királynak. Ez a kifejezés, amit ugye széltében országban használnak, egy Pálos atyától származik, Ányos Páltól. De ott van Versegi Ferenc, például egy Kreskai Imre Pálos atya. Nagyon sokan voltak, vannak azért, de inkább ismert okokból voltak, akik kevésbé ismertek, akik idézőjelben mondom természetesen, úgymond csak a teológia tudományát művelték, de hát hogyha abból indulunk ki, hogy valaha a teológia volt a tudományoknak a
klonázatlan királya, akkor ezen nem csodálkozhatunk, de azon sem, hogy a rend mindvégig megőrizte a magyar jellegét, és ez pedig a csendes, apró munkában nyilvánult meg, tehát nem feltétlenül akkora nagy tettekben, mint amilyen volt mondjuk egy Pázmány-prédikációs kötetnek a megalkotása, vagy az építészetben, mint mondjuk a Reimszidon, ugye, vagy a budavári Nagyboldogasszony templom megépítését, de azért ott voltak, ahol a tudomány művelni kellett a renden belül, főleg a szívirodalom és a történelemtudomány és a filozófia és a dogmatika művelésében ebben a négy tudomány ágban jelenskedtek leginkább Magyarországon a pálosok, és persze nyilván azért az építészet területén is. És valóban, be is fejezem, tehát valóban elmondhatjuk azt, hogy egy rendről van szó, egy olyan ordóról, amely azt a gondolatot fogalmazza meg, amit a nagy kelti egyházatja, Szent Ágoston atyánk, hippói püspök a 4. század végén úgy fogalmazott meg, hogy az istenfélő embernek a lába a földön, a lelke az égben jár, kicsit ezt fordítsuk meg, egy istenfélő magyar embernek ugye a lelke az égben jár, de a lába az magyar földön, és hát ebben a folyamatban, a nemzet megmentésnek ebben a lelki szellemi folyamatában a pálosrendre valóban mindenkor büszkeséggel tekinthetünk. Nagyon szépen köszönöm a szíves figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, rendkívül lenyűgöző, tartalmas előadást. Látszik, hogy nagyon sokat foglalkoztál ezzel a témával.